Egyre több az antiszemita támadás Franciaországban. A legnagyobb zsidó közösséggel rendelkező európai országban a 2015-ös csúcs után csökkenni kezdett az antiszemita bűncselekmények száma, idén azonban ismét növekedés figyelhető meg. Eduard Philipp miniszterelnök arról számolt be a Facebookon, hogy 2018 első 9 hónapjában 69%-os emelkedést mértek tavalyhoz képest. A helyzetre reagálva a hatóságok létrehoznak egy új nyomozóhálózatot, valamint egy a tanárokat érő antiszemitizmus ellen küzdő egységet is. Idén több zsidókat ért támadás is felborzolta a kedélyeket Franciaországban. Januárban egy kipát viselő 8 éves fiút megvertek, márciusban pedig egy 85 éves asszonyt égettek halálra saját lakásában.